Örömmel mutatom be a nézőknek Verát, aki már gluténérzékenyként ismerkedett meg a receptjeimmel. Emellett az általa készített finomságokról blogot vezet és főző tanfolyamot tart. Egy kicsit a gluténérzékenységedről beszélgessünk. Mióta vagy gluténérzékeny? Ez már a 7. évem a gluténmentes életben. Hogyha van kedved, közben segíthet a csoki drazsét felakítatod, körülbelül a 3/4-ét, mert hogy egy csokis gyümölcsös, ribizlis málnás már kint fogunk készíteni. Miben változtatta meg a gluténérzékenység az életedet? Hát sok mindenben, kitartásra nevelt, rutinosabb lettem a konyhában, új embereket ismertem meg, és új barátságokra találtam. Tudom, hogy most ez a kedvenc gluténmentes muffinod. Elmesélnéd, hogy miért szereted ezt a muffint annyira? Így van, szerintem ez a legkirályabb muffin. Korábban a hagyományos gluténmentes keményítőből álló lisztkeverékekből soha nem tudtam tojás nélkül ilyen puha tésztát sütni. Én amúgy csoki darabokkal szeretem a legjobban, de gyümölcse is nagyon bejön. Most mind a kettőt teszünk bele. Jó, rendben. Közben én kimértem a hozzávalókat, a vízre rámértem a citromlevet, citromhéjat, vaníliát, édesítőt, és a kétféle lisztkeveréket, az egyikkel tojásmentes vegán piskótát lehet készíteni, a másikkal pedig szénhidrát csökkentettet, és a kettő egyesítésével készítünk egy gluténmentes vegán, kevesebb szénhidrát tartalmú muffint. Verának köszönöm szépen, hogy felvágtál a sokit, akkor ugye kerül bele meggyes csoki drazsé, cukormentes meggyes csoki drazsé, illetve ribizli és málna, és ezt a végén adjuk csak hozzá, és óvatosan belekeverjük. Körülbelül, hát egy két marék csoki és egy két marék gyümölcs. Nincs más dolgunk, mint hogy kiporciózzuk. Köszönöm a muffinformát. Ugye szilikonos muffinformába fogjuk. Lehet ebből 9-et is, sütöttük már úgy is, de van, most 6-ba fogjuk kiadagolni. Annyi, hogy így majd egy picit tovább kell sütni, mint hogyha 9 formába adagolnánk. Ezt készíthetjük ketten is. Közben kisültek, ki is hűltek a muffinok, mi pedig készítettünk rá bevonatot piros bogyós velőből és poreritvidből, de bármivel bevonhatjuk, akár citrommázzal, vagy csokimázzal is. Mindenhogy nagyon finom. Alig várom, hogy meg is együk. Én is nagyon várom. Jó étvágyat kívánok mindenkinek. Jó étvágyat kívánok.